Hőségriasztás. Vasban nincs kánikula riadó, de a hőségben nem tanácsos a tűzőnapon tartózkodni, és több folyadékot ajánlott fogyasztani. Új műtéti eljárás. A szombathelyi mellkassebészet egy hazánkban világújdonságnak számító eljárást alkalmaz, amely kevesebb fájdalommal és gyorsabb felépüléssel jár. Szent Márton kártya. Az elmúlt egy hónapban a szombathelyiek több mint 90%-a megkapta a kártyáját, és egyre többen élnek a kedvezményekkel. Ez a Szombathelyi Televízió híradója, a műsorvezető Maroskis Adrien. Jó estét kívánok! Másodfokú hőségriasztás van érvényben vasárnap éjfélig az ország 7 megyéjében és a fővárosban. Bár Vasban nincs kánikula riadó, itt is meleg napok következnek. 11 és 15 óra között nem tanácsos a tűzőnapon tartózkodni, és több folyadékot ajánlott fogyasztani. A gyerekeket, az időseket és a szívbetegeket fokozottan védeni kell a hőségtől. Aki teheti, vízparton vagy strandon vészeli át a kánikulai napokat. A városi aszfaltrengetegben pedig a szökőkutak környékén keresnek felfrissülést a járókelők. A hőség megterheli a szervezetet, sok folyadékkal, árnyékkal védekeznek ellene legtöbben. Sok folyadék, tea, most fagyisztunk egyet, úgyhogy más, meg tűzszoba. Kalappal, napszemüveggel, sok folyadékkal, úgyhogy meg, hogyha nagyon meleg van, árnyékba megyünk. Szomjaznak a növények is, a főtéri leandereket még délelőtt megöntözik. Az emberi szervezet folyadék igénye melegben 3-4 literre növekszik. Vizet, teát, leveseket, szénsavmentes üdítőket, gyümölcsleveket ajánlott fogyasztani. Ilyenkor több ásványvíz fogy a boltokban, és sokan frissülnek jégkásával, fagylalttal. Ebben a cukrászdában naponta 300-500 gombóc fagyit adnak el. Ilyenkor nagyon sokan, aki teheti, elvonul a városból, ki a vízpartokra, hegyekbe, aki ahova menekülhet és ahova mehet, és ilyenkor bizony nem tükrözi a fagylaltfogyás az időjárásnak ezt a hatását. Változó, hát olyan 20-tól 50-60 kiló az már egy jó mennyiség. Az önkormányzat közzétette a városban fellelhető ivókutak és a légkondicionált helyiségek listáját. Nyitvatartási időben a városháza kellemes hőmérsékletű aulájában lehet megpihenni, továbbá a bevásárlóközpontok közösségi terei is használhatók ilyen célra. Az előrejelzések szerint kedden várhatóan enyhül a meleg, addig azonban akár 33 fokos csúcshőmérséklet is lehet napközben. Új műtéti eljárást vezettek be 3 évvel ezelőtt a szombathelyi mellkassebészeti osztályon. A tapasztalatok már azt mutatják, hogy a módszer segítségével a betegek kevesebb fájdalommal és gyorsabban épülnek fel. Délutáni vizit a mellkassebészeti osztályon. Ezek a kórtermek szinte soha nem üresek, az osztályra ugyanis Vas, Zala, Veszprém és Győr-Moson-Sopron megyéből is érkeznek páciensek. Évente 4-500 körzeti műtétet végzünk, ebből 300 körüli a nagy műtét, és a többi kisebb beavatkozás. És az egy évben felvett és kezelt betegek száma pedig 600 körül van. Sokszor az ország más városaiból is küldenek ide betegeket. Szombathelyen ugyanis egy olyan új eljárást is alkalmaznak a korai stádiumban lévő tüdődaganatos betegeknél, amely hazánkban világújdonságnak számít. Mi körülbelül 3 évvel ezelőtt kezdtünk menni a világ után, és az országban az elsők között itt bevezettük Dunántúlon is Nyugat-Magyarországon ezt a technikát. Most ott tartunk, hogy 35 körüli műtétet végeztünk ilyen módon. Az eljárásnak köszönhetően a betegek kevesebb fájdalmat élnek át, és gyorsabban is épülnek fel. A beavatkozás esetenként több 100 000 forintos költséggel jár, ám az osztály az Országos Egészségbiztosítási Pénztár segítségével finanszírozni tudja a műtéteket. Elfogadták a megyei területfejlesztési koncepciót. Biztonságosak a Vas megyei szállodák. Ettek, ittak és énekeltek az idősek kerti partiján résztvevők. Rövid hírekkel folytatjuk.
A nyári szünet előtti utolsó ülését tartotta a Vas megyei közgyűlés. A tanácskozást megelőzően átadták az Alpok Adria Szövetség borversenyén elért arany, ezüst és bronz minősítéseket a vasi borászoknak. Ezt követően megválasztották a területi választási bizottság 5 tagját, akik esküdtettek. Az ülésen 11 napi rendi pontot tárgyaltak nyilvánosan, egyet pedig zárt ajtók mögött. Elfogadták többek között a megyei területfejlesztési koncepciót, és a képviselők beszámolót hallhattak a megyei stratégiai program tervezési folyamatáról. Biztonságosak a Vas megyei szállodák, ezt állapította meg a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság átfogó vizsgálata. 3 hónapon át ellenőrizték a szálláshelyeket, összesen 32 épületet vizsgáltak tűzvédelmi, iparbiztonsági és polgári védelmi szempontból. Például a veszélyes anyagnak számító tisztítószerek tárolását ellenőrizték, és a tűzvédelmi előírások betartását is vizsgálták. Általánosságban jól megfeleltek a Vas megyei hotelek. Majdnem 30-an gyűltek össze a Pozsony utcában, az 5-ös számú idősek klubjában tartott kerti partira. Mind az 5 idős klubból érkeztek vendégek a csütörtökön rendezett összejövetelre. Ettek, ittak és énekeltek is a klubtagok a vidám délutánon és kora estén. Az időjárás kedvezett a grillezésnek, és bár felújítás alatt áll a klubhelyiség egy része, a kertben zavartalanul beszélgettek és szórakoztak az idősek. 2 hét múlva ismét benépesül a Pozsony utcai udvar, akkor sportvetélkedőt tartanak az időseknek. Valószínűleg a sok csapadék miatt vált szennyezetté a megye több forrásának vize. A kormányhivatal népegészségügyi szerve nyár elején évek óta vizsgálja ezeket a természetes víznyerő helyeket. A Hörmann forrása megye legmagasabban fekvő víznyerőhelye, az országos kék túra vonalán sokan töltik meg innen kulacsaikat, mielőtt az írott körre indulnak. Most azonban tábla figyelmezteti a kirándulókat arra, a kristálytisztának tűnő hűs víz nem ivóvíz. Az ANTS nyár elején rendszeresen vizsgálja a forrásokat. Idén azt tapasztaltuk, hogy feltehetően nem kis részben a nagyon bőséges és kiadós csapadéknak, ami tavasszal és nyár elején történt, és leesett, sok bemosódás, szerves anyag bemosódás történhetett, mert több helyen is az eddigitől eltérően tapasztaltunk rossz vízmintákat. Az állami erdőket kezelő Szombathelyi Erdészeti ZRT munkatársai rendszeresen takarítják a források környékét. Az írottkő előtti utolsó víznyerőhelynél a Hörmann forrás fölé egy esőbeállót építettek, a vízgyűjtő területet pedig bekerítették, hogy ezzel is védjék a forrás tisztaságát. Nem minősül ivóvíznek, de még a 7 forrás sem. Sajnos idáig jutottunk. A források vizét nem tudják megtisztítani, mondja az erdészet munkatársa, ezért táblával védik a turistákat. Erre nincs jó módszer, vagy amit garanciálisan azt mondanák, hogy ez most innentől biztos jó. Úgyhogy most sajnos ezt kellett tennünk, hogy az összes általunk kezelt forrásnál kitettük a táblát, hogy nem jó víz. Ez nem egy végleges helyzet, tehát ez nyilván változik. A tiszti főorvos a környezettudatos magatartás fontosságára figyelmeztet. Az illemhelyeket mindenképpen használják a kirándulásuk során, hiszen azért nem egyszer a források vízgyűjtő területének ilyen jellegű használata után következik be a forrásvíz szennyezése. Az ANTS újra vizsgálja majd a forrásokat, addig azonban arra kérik a turistákat, ne igyanak a vízből, az ugyanis hányásos, hasmenéses tüneteket okozhat. Egyre több szombathelyi használja a Szent Márton kártyáját. Július 1-től strandolni, mozizni és koncertekre járni is lehet 10-20%-os kedvezménnyel. Az elfogadó helyek száma folyamatosan bővül. Szia! A Majmok bolygójára kérnék egy jegyet, és van Szent Márton kártyám is. Kérek egy személyes kártyát. Azok is itt vannak. Köszönöm.
Ilyen egyszerű a városi kártya használata. A procedúra mindössze néhány másodpercet vesz igénybe, és már jár is a kedvezmény. Az Agora az elsők között csatlakozott az elfogadó helyek sorába. Rögtön az első napon egy ikerpár vette igénybe a Szent Márton születésnapi kedvezményt. Ez arról szól, hogy akinek azon alapon születésnapja van, ingyenesen látogathatja, és rögtön duplummal tudtunk jelentkezni. A termálfürdő látogatóinak csak nem fele él a Szent Márton kártya biztosította kedvezménnyel. 20%-os kedvezményt tudunk biztosítani a szombathelyi lakosok számára, és a forgalmaink meglehetősen kedvezően alakulnak. Az elmúlt két hét időszaka alatt a pénztár forgalmunk 40%-át már az ilyen típusú belépők tették ki. Az elmúlt egy hónapban a szombathelyiek több mint 90%-a megkapta a Szent Márton kártyáját. Egyre többen használják és csatlakoznak a programhoz. Örömmel tapasztaljuk, hogy a szombathelyek elkezdték használni a kártyát, hiszen az első két hétben már több ezres kártya használatot regisztráltak az elfogadóhelyek, és örömmel látjuk egyébként azt is, hogy egyre szebb számban vannak azok a szombathelyi kis- és középvállalkozások, akik elfogadó helyként csatlakoznak a programhoz. Dolgoznak a kártyarendszer továbbfejlesztésén. 2016. januárjától a tervek szerint új típusú Szent Márton kártyák lesznek érvényesek Szombathelyen. Gőzerővel készül Gadó András az Erős Emberek országos bajnokságára. A 105 kg alatti súlycsoport versenyét augusztus 9-én Szombathely főterén rendezik meg, mégpedig este 21 órai kezdéssel. Az év elején még inkább az erőemelő versenyekre készült Gadó András, azt követően azonban irányt váltott, és már egyértelműen az erős emberek viadalait helyezte előtérbe a szombathelyi sporttoló. Több erőpróbán is rajthoz állt, és összességében nem lehet elégedetlen az eredményeivel. Volt két verseny, hála jó Isten, amit Szombathelyen rendeztek, az egyiket egy amerikai autós fesztivál keretében sikerült megnyernem, illetve ami most lesz, hogy augusztus 9-én könnyűsúlyú erős ember magyar bajnokság Szombathelyen a főtéren, annak a selejtezőjét Budaörsön azt is sikerült megnyernem, illetve volt két másik verseny, ahol egészen jól a középmezőnybe tudtam végezni, úgyhogy azt mondhatom, hogy pozitívak az eredmények. Gadó András jelenleg speciális sportszereket használva készül a közeljövő nagy megmérettetéseire. Vannak olyan versenyszámok, melyekben komoly fejlődést ért el az utóbbi időben, ám sajnos vannak olyanok is, melyeket eszköz hiány nem igen tud gyakorolni. Ettől függetlenül kifejezetten optimistán várja az erős emberek könnyűsúlyú magyar bajnokságának döntőjét, melyet augusztus 9-én Szombathely főterén rendeznek majd meg, mégpedig este 21 órai kezdéssel. A Szombathelyi Televízió híradóját látták, műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg, friss híreinket pedig a szombathelyi7.hu hírportálunkon olvashatják. Híradónkat óránként sugározzuk, én valamennyi munkatársam nevében megköszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!